Beszéljünk a Zenész magazinról. Tudom, egy kicsit váratlan indításnak tűnik, de előkotortam őket, és 2008 április-májusi számában volt a címlapom. Akkor éppen a Melankométer lemez kapcsán adtál interjút. Nekem úgy tűnik, hogy bizonyos mondatait, mint hogyha most is mondhatnád akár, de ez azt feltételezi, hogy nem történt veled annyi sok minden azóta. Ezt te mennyire látod így? Velem sok minden történt azóta, de többnyire ugyanaz. Mert én ugyanaz vagyok, és ugyanazt szeretném, és ugyanazt szeretném közölni is a világgal, csak mindig más köntösben próbálkozok, megfogalmazom egyféleképpen, nézem, hogy van-e hatása, van-e foganatja, és hogyha nincsen olyan nagy mértékű, amely engem megörvendeztethetne, akkor megfogalmazom másképpen is, más köntösben is. Mondhatnám azt, hogy ugyanazt mondom mindig, csak mindig másféleképpen, másféle instrumentumon keresztül, akár könyvíráson keresztül, akár verseken keresztül, akár dalokon, dalszövegeken keresztül. Ugyanazt üzenem, hogy legyetek jobbak emberek, persze természetesen magamon kell kezdenem ezt a saját erénypallérozást, de azért a fő üzenet az mindig az marad, hogy ha jobbá szeretnénk tenni a világot, mert szenved a világ, és mi ezt nem tudjuk, hogy mondjam, érzelmek nélkül és szomorúság nélkül végignézni, és azt szeretnénk, hogyha javuljon, és javulna a világ, akkor tennünk is kell, és ha tennünk kell, akkor a költő, meg a dalos, meg a zenész, meg az énekes, meg a dalszövegíró, meg a könyvíró, meg a versíró, meg bármit csináló podcast készítő és podcastben vendégeskedő ember elmondja azt az üzenetet, hogy hogyan képzeli azt, hogy jobbá tehetjük a világot, és hogy hogyan képzeli azt, hogy megmentsük a világot a további betegedéstől és szenvedéstől. Természetesen magunkon kell kezdeni, tehát az ember változása az előfeltétele annak, hogy és itt magamra is gondolok, hogy a világ jobban legyen és meggyógyuljon. Hát kb. Ezek hangoznak el a dalokban, ezek hangoznak el a versekben, és mindig ugyanaz van. Tehát, hogy ha máshonnan közelítem a kérdésedre a választ, akkor azt mondhatnám, hogy nem magamra szeretném felhívni a figyelmet, hanem a műveimre, meg az üzenetre, és talán ezért van az, hogy nem váltok fizimiskát olyan sűrűn, hanem a pólós, farmeres, tornacipős srác vagyok, csak már 50 éves lassan, és mindig is ugyanez voltam. A nevem az ugye akkoriban az volt, hogy Napocska, most meg az, hogy Zselenszky, mert ez a rendes nevem, hogy török kötőjel Zselenszky Tamás, és török Zselenszky Tamás néven kevesen ismernek, vagy Zselenszky néven. Azért tudnék veled vitatkozni üzenet kapcsán, mert mondjuk az Elemenhold egyik leghíresebb dala, mondjuk a Hiába való, az pont arról szól, hogy hát ugrálhatsz, meg próbálkozhatsz, de nem fog sikerülni. Aztán utána még nagyon-nagyon sok hasonló jellegű dal van, ahol mind elmondtátok, hogy nem. Most attól függ, hogy mit veszünk egy egységnek, mert hogyha egy dalt, akkor persze, hogy van olyan dal, ami az útnak és a fejlődésnek és a műveletnek, a nagy műveletnek egy aspektusát írja le, meg azt a hiába valóságot is leírhatja, amivel azt találkozik, aki megpróbálja a világot mondjuk gyógyítani. Mint egy szegmense a munkásságnak, a Hiába való című dal, az tényleg arról is szólhat, hogy akadályokba ütközünk, és néha nagyon nehéz ez a művelet. De hogyha az egész lemezt nézzük, akkor a lenyomata a mondani valónak, az egész lemez mondani valójának ott az lesz. Annak is, meg az összes többinek is. És hogyha meg az egész munkásságomat vesszük, mondjuk, és nem csak az Elevenholdat, ami egy állomás volt az életemben, csodálatos állomás, de
de egy, az, a sok közül, hanem az egész munkásságomat nézzük, akkor egyre jobb helyzetben vagyok ezügyben. Naívan azt gondoltam, hogy oké, volt egy zenekaros produkció, az szétment ilyen-olyan-amolyan okok miatt, teljesen mindegy, utána elkezdtél egy szólókarriert, amiben nyilván ez a csendes ülős jellegű koncertek és dalok és ilyesmi, de utána visszatértél azért mégiscsak, ugye mégiscsak három emberrel, Kis Róka Csabával, mégiscsak akár a Melankométeren is, azért ott zenekar van, dob van, basszusgitár, gitár. Tehát én azt gondoltam, hogy utána a következő lépés az lesz, hogy akkor oké, legyen egy állandó zenekar, és akkor szépen visszatérsz a hangos rockzenéhez. Tehát úgy érted, hogy amivel elindultam és kvázi sikeresek voltunk, hogy ahhoz én mindenáron vissza fogok térni, hogy megint sikeres legyek? Vagy hogy érted? Mert nem ez volt a terv. Azt gondoltam, hogy ez a zenekar dolog, ezzel azért mégiscsak több emberhez lehet eljutni, mint azzal, hogy te vagy egyedül, és akkor elmész egy igen. Valahova. Ez is az. Hogy mondjam, külső szemlélő azt mondja, hogy ez egy hülye, ez a Tamás, mert hogy tök rosszul csinálja. Viszont én tudom ennek a természetét, hogy amit én közlök, az alapvetően keveseket talál meg. Kevesek érzékenyek rá, és ezt tudni lehet, mielőtt úgy döntesz, hogy te ezt fogod közölni. Nem azért, mert hosszú hajam, meg öreg vagyok, meg szakállas, meg ijesztően magasan énekelek, meg dagat vagyok, meg nem tudom, meg öreg vagyok, meg nem tudom még miket mondjak. Nem ezért nem hallgatnak az emberek, hanem azért, mert ez teljesen természetes, hogy ami mellett döntöttem, üzenet, az kevesek számára érdekes, kevesek tudják befogadni, csont nélkül dolgozni kell vele. Például csak egy aspektusát mondom a sok közül, mert sok van neki, hogy miért ilyen természetű. Az egyik aspektusa az, hogy szimbolizmus mondjuk. És azzal dolgozni kell. Tehát az olyan, hogy az ember, aki szórakozni szeretne, mondjuk azt, hogy anélkül, hogy ítélkeznénk, nagy szeretettel mondom, hogy mondjuk a tömeg, tehát a nagy tömegek, azok általában inkább szórakozni és nem gondolkodni, nem dolgozni szeretnének. Dolgoztak ők eleget a gyárban, arany szívük, hála nekik, és utána kikapcsolódnának. És az én dalaim akkor mondjuk ezt az aspektusát, nem szórakoztatóak, hanem inkább népművelő, szerűek, szerűségek, inkább lelket szólítanak, meg nem szórakoztatnak, nem pusztán szórakoztatnak. És ebből kifolyólag akár egyenletek is felállíthatóak, hogy a nagy tömegeket olyanok tudják megszólítani, akik szórakoztatnak csak, és semmi más nem akarnak. És nem várják el, hogy dolgozzon még a szegény ember a szívével, meg a lelkével, meg a agyával, vagy bármiével, a fájdalmaival, meg magával, meg a traumáival, meg mindenével. Olyan szempontból vitatkoznék azért vele egy picit, hogy azt mondod, hogy oké, meg kell gyógyítani a lelkeket, de mi van, hogyha most hallgat minket valaki, aki azt gondolja, hogy de hát velem minden rendben van. Ugye ez olyan, hogy nem véletlen, hogy nem jut el ezekhez az emberekhez. Amikor meg eljut, akkor meg így lepörög róluk és kész. Hogy mondjam, hogy közelítsem meg? Tehát ez egy olyan jó eszköz, az, hogy dalos valaki, vagy könyveket ad ki, vagy verseket mond, ami nem beavatkozik, hanem csak választható. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy oda megyek és térjen meg, vagy nem tudom, tudod, ezek a... vagy hogy fizesse be, mert kötelező, meg hogy utolsó figyelmeztetés, meg oda megyek és beleszólok és beavatkozok, hanem ez egy ilyen szép, közvetett gondoskodás inkább. Tehát, hogy felmutattam, ott hagytam valahol, ott van, meg lehet nézni, aki úgy érzi, hogy amikor találkozik ezzel, tetszik neki, vagy köze van hozzá, vagy érzi, hogy van vele dolga, akkor annak ott van, ott hagytam. Gondoskodtam, felmutattam, közvetettem, örökítettem, hagyományoztam,
Ez egy ilyen nem beleszóló, nem beavatkozó gondoskodás, hogy lehetővé teszem. Hagytam egy munkásságot, hagytam egy csomagot, és elérhető, és aki úgy érzi, hogy szüksége van rá, az megtalálja. Könyveket is, nem csak dalokat. Uh-huh. Ami meg az első kérdésből talán még a válasz részről kimaradt, hogy miért nem zenekar. Ugye az is benne volt a kérdésben, ha jól érzem. Csinálgatok én zenekarokat, csak öregszik az ember cipekedni, tudod, mi sose voltunk gazdag zenekarok, hanem mi cipekedtünk lépcsőről lépcsőre, meg mindent, tehát a tagok. Hogy idősödik az ember, úgy van vele, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja, ugye van ez a szép magyar szólás, közmondás. És amikor már nagyobb a füstje, mint a lángja, és te nem 20 éves vagy, hanem 50, és ugyanúgy hajnali 5-kor teljesen kimerültem hazaérkezel, és akkor még nem haza, hanem a próbaterembe, és 2 emeletet fel kell cipelni, 67 dolgot, ami nem egyszerű, és jó, tudom, hogy picsogok, de 50 évesen az már nem fasza. És ilyen macerákra gondolok, és az még csak egy, tehát van 1000. Sorok, nem úgyis tudja mindenki, hogy ez olyan, hogy amíg 20 éves valaki, és a csajok, meg a kaland, meg a megyünk, és toljuk, és wow, és akkor már nem csak kocsmázunk, hanem akkor már foglaljuk el magunkat, és nem csak sörözés van, meg duma, hanem akkor hasznossá is tesszük magunkat, meg kihozzuk bele a legtöbbet, és zenekarunk lesz, és megyünk, és a sör mellé fellépünk, és sztárok leszünk, és szeretnek minket mindenki, és mi is őket, és siker, meg minden, meg tévé, meg csillogás. Szóval, hogy ez 20 évesen oké, de aztán utána tényleg az lesz, hogy öregszel, és jó az, hogy egy szál gitárral fölülsz egy vonatra, és akkor tudod, hogy nem vezetsz haza, tehát még ihatsz is. De egy szál gitárral, ez jó, meg egy szál vonattal. Ez jó, és 50 évesen is jó. És én azért csinálom ezt az egy szál gitáros dolgot ilyen praktikus okokból is. Másrészt meg, hogy jobban hallják a szöveget, és nekem mindig ez volt a veszőparipám, hogy nem az, hogy azonnal érthető legyen, hanem hogy hallható legyen legalább. De azért a kettő nem biztos, hogy kizárja egymást, mert azért vannak olyan zenék, amik először mondjuk nagyon frissek, gyorsak, pörgősek, de utána vannak benne mondjuk lassabb részek, vagy akár egy lemezen. Ja. Én ajánlom, hogy gyere el egy akusztikus koncertre, hogy épül föl, mert az is olyan. De egyébként erre meg annyit mondanék, hogy nekem volt a Zselenszky Band budapesti formációm, a Kis Roka Csabás, Varga Zsoltos, Szilvási Ákosos verzió volt a kedvenc felállásom. Ők például úgy nyilatkoztak, amikor őket kérdezték arról, hogy mi ez az egész. Ugye a Tamásnak vannak ilyen lassú, szép dalai, mi meg felrázzuk és megcsináljuk úgy, hogy bulizós legyen. Bennem mindig van ez a kis méhecske, ami nem hagy békén, hogy csinálj valami olyat, ami még sikeresebben az üzenetet ugye, célba juttathatja, és amikor érzem valamiről, hogy jó, ezt is kipróbáltuk, de ez se az, akkor mennék tovább. Tudom, ez gázul hangzik már, hogy ennyire sokszor ismétlenül, de mindenképpen fontos tudni rólam, hogy nem azért kapkodok ide-oda, meg nem azért választok ilyen meg olyan módokat, meg könyveket írok, meg mindenféle francot, mert én kiegyensúlyozatlan vagyok, vagy pánikolok, vagy nem tudom, hanem, vagy nem találom magam, vagy nem tudom, mit akarok, hanem azért, mert mindent kipróbálok, hát ha majd ezt elolvassák, hát ha majd ezt befogadják könnyen, hát ha majd ezt szeretni fogják. A következő kérdésem az a kazetta lesz. Én imádtam a kazettákat, egyszerűen rengeteg válogatás kazettám volt. Sok időt töltöttem el azzal is, hogy megválogassam azt, hogy melyik dal után melyik jön, mert ugye a kazettán ugye nem lehet léptetni, mint a CD-n, vagy mint mostanában ezeken a digitális eszközökön, hanem ott egyszerűen ott tekerni lehet, de hát az ugye nem olyan gyors. És rengetegféle válogatást készítettem autóutakra, vagy buli előtt, buli után, hétvégén, lassú, érzelmes, csajozós. Tökéletes. Versírós, könyvírós, igen. Esti, reggeli, ébredős.
Igen, és igen. Megvan még ez a gyűjtemény valahol? Neked egy egész falat betölthetetted, ahogy hallom. Nem, hát ez körülbelül, nem is tudom, egy olyan 20 kazetta lehetett. Ja. De az a baj, hogy egyszer csak vagy elromlott, vagy eltűnt, vagy félreraktam a magnót. De talán elromlott, és utána, vagy ugye ebben bejöttek a CD-k, utána igen, bejött az MP3, igen, és utána az ember már MP3-ról hallgatta, és nem kazettáról. Úgy teljesen megértem ezt, én is nagyon szerettem. Hogy például, mit tudom, mondok egy példát, hogy megvolt a Bikinitől X album kazettán, műsorosan, tehát rendesen eredetibe, de én készítettem válogatásokat olyan sorrendben egy másik kazettára, ahogy én szerettem volna. Mostanában újra lehet bizonyos zenekaroktól újra lehet kazettát venni, sőt most már ugye hanglemezt is. Ez egy olyan trend, hogy most már az emberek nem hallgatják meg a kazettát, meg a hanglemezt se hallgatják meg, de mint tárgy mégiscsak nézik, fogják. Ilyen szempontból el tudnád képzelni, hogy te most kiadsz egy, nem tudom, egy kazettát, egy bakelit. Igen. És utána azt nagyon aprólékosan kidolgozod, ugye az egy elég nagy felület, talán 30x30 centi, tehát hogy rengeteg hely van rajta. Megvolt a varázsa ennek az időszaknak, mert ugye ha nem csak a kazettát, aztán arról is beszélek, mint, ha nem csak a kazettát, mint tüneményt vesézünk ki, hanem azt a jelenséget, meg azt a korszakot. Mi akkoriban, ha felléptünk, akkor mindenki eljött, mert csak ott lehetett minket hallani. Ha egy írólapra kiírtuk Székesfehérváron, hogy fellépünk a hétvégén, akkor mindenki ott volt. Pedig csak 3 írólapot ragasztottunk itt Celluxal a városban, és tudták, hogy fellépünk, és ott is voltak. Tehát, hogy megvolt ennek a varázsa, az internet nélküli korszak, a telefon csak a lakásban volt, vonalas, de az emberek nem voltak érdektelenek. Tehát most minden megkapható azonnal, de érdektelenség van, akkor meg mindenért kutatni kellett, és ki is kutatták, és meg is találták, és tettek érte, és elmentek. Tehát a kazetta is valami ilyesmi volt. Egy ilyen analóg csoda, mint a bakelit, de akinek eredetibe kellett, megvette, csodálta a borítóját, amikor hallgatta, akkor belebújt a borítóba, kihajtogatta, olvasta hozzá a szöveget, nézegette a rajzokat, a képeket, az Iron Maidennek az Eddie-jét, vagy bármi ilyen csodálatos grafikát. Igen, hogy a kazetta, hogy ilyen szempontból is varázslatos volt, hogy tenni kellett érte, és azt kívánta meg, hogy az ember jelen legyen. Mint a figyelmével, most hülyeség, mert nem ez a lényeg, de hogy ha pénzével jelen volt, tehát oda ment és megvette, mert csak úgy lehetett hozzájutni valaki zenéjéhez, akkor egyrészt a zenekarnak adózott, másrészt ő megdolgozott azért a pénzért. Érzed a súlyát, és hogyha te azt mondod, hogy én ezt a pénzt, amit én így megkerestem, én ezt kazettára költöm, vagy bakelit lemezre, akkor ezt nagyon meggondoltad, és nagyon, nagyon értékes is lett tőle az, amit vásároltál. Tehát a dolgok értékét is, a zenék értékét, a zenekarok értékét is növelte az, hogy ilyen módon lehetett hozzájutni a zenékhez. És a kazetta egy ilyen varázslatos dolog volt. És értékes volt, emiatt is értékes volt, varázslatos is volt, amikor ceruzával tekergettük, hogy spóroljunk az elemmel, tudod, hogy nem a készülékkel tekerted előre vagy vissza, hanem mert akkor fogyott az elem. És tényleg most nem azért, hogy gizdázzak, de most meg már minden elérhető azonnal, és érdektelenség van, és az értékét nem érzik az emberek annak, hogy valakik mondjuk az egész életükben gyakoroltak, megtanultak gitározni, énekelni, nem tudom én mit csinálni, próbatermet béreltek, stb. A hangszer az több millió forint volt, amíg megtanult, az több millió forint volt. Én emlékszem, hogy volt egy ilyen időszakom most kb. Most leszek 50, olyan 46 éves lehettem kb. Amikor kiírtam a falamra, megosztom, hogy a közösségi oldalon, hogy keresek ilyen és ilyen diktafont, meg Walkman-t, tehát ezt a régi Walkman-t, amin kazettákat hallgattunk.
És én arra gondoltam, hogy már csak ilyen felújított walkmanek lesznek, amiket a szemetesből vagy a pincéből fölhoz valaki is. Nekem még ott megvan, odaadom neked csak úgy. Erre kiderült, hogy ilyen nagyon drágák, és én gyűjtik az emberek. Na mondom, akkor oké, akkor nem. De hogy eszembe jutott, és nagyon szerettem volna kazettákat újra, ilyen 46 éves korom környékén megszólalt bennem, hogy de jó volt az, és hogy én is tekergetném megint ceruzával. Igen, ez a nosztalgia. Nekem is volt egy ilyen időszakom, hogy kifejezetten boltokban próbáltam venni kazettás magnót, meg kazettákat, meg mit tudom én, de ahogy mondod, rettentő drága lett, pedig ugye maga a technika úgymond értektelen már, hiszen már régen meghaladták százezerszer. Most jutott eszembe egyébként erről, hogy kötelezővé tenném. Jó, hát nem így szó szerint mondom, de hogy így nagyon szeretném, akkor így fogalmazok, hogyha minden zenekar összes híres lemezének a demója, amik demóztak, amik írták, meg fölvették diktofonnal, akár kazettára, otthon az is kint lenne a neten. Van néhány ilyen, de hogy mennyire jó lenne úgy hallani, amikor a szerző, akit már itt tárolunk, és nagyon felnézünk rá, és nagyon istenítünk, és a befutott, csodálatos, és már legendás nagylemeze, hogy hangzott akkor, amikor még csak próbálgatták. Például az nagyon jó, amikor találok olyat a YouTube-on, hogy valami nagyon híres dal, ami azóta már világsláger, és tényleg már nem is tudom, már non plus ultra, tehát a dal. A híres, a sláger, amikor először előtte koncerten az a verzió kint van. Például a Nirvana-tól a Smells Like Teen Spirit, az is most a napokban jött szembe velem a falon, hogy itt egy koncert, amikor legesleg először adták elő. Azóta meg már a vízcsapon is folyik, és már hányunk tőle. Jó, nem, persze, mert tiszteljük, szeretjük, de tényleg van már az, amikor van az a mennyiség, amikor már mindenhol az jött már. És milyen jó látni, hogy itt adták elő először, kicsit másképp is van, mint ahogy a lemezre került. Ilyenből kellene sok, ez olyan lenne, mint a kazetta meg a bakeli. És egyébként meg, hogy még arra is válaszoljak a kérdés végére is, hogy én el tudom elképzelni azt, hogy én ilyennel kijövök. Igen, mert szeretem egyrészt ezt a dolgot. Másrészt meg a fene tudja, hát nem fogja magát visszahozni olyan módon, ahogy volt. De már az is jó, hogyha egy kicsit visszahozza magát, meg azt, hogy értéke van a dolgoknak. Tehát például, hogyha valaki mondjuk szeret, igazán szeret és tisztel egy előadót, vagy egy szerző előadót, és hát az kifejezheti azzal, hogy mondjuk oké, letölti a netről, de megveszi mondjuk, mint ahogy mondod, emléktárgynak, vagy tisztelette jeléül otthonra, mint egy ilyen gyűjteménybe annak az előadónak a bakelit lemezét, hogy meglegyen. Nick Hornby jutott eszembe, neki van egy könyve, Juliet Naked, vagyis a Mesztelen Juliet. Ez egy olyan albumról szól, ahol egy próba felvétel 30 év után kikerül a netre, és ugye Nick Hornby mindig az emberekről beszél az összes könyvében, az emberi kapcsolatokat próbálja feltérképezni, és ebben is gyakorlatilag egy olyan rajongóhoz jut el ez az anyag, akinek ez az album sokkal többet jelent, mint egy egyszerű CD, vagy mint egy egyszerű album. És az, hogy ő hogyan reagál arra, hogy megjelent valami, ami tulajdonképpen ennek a dal gyűjteménynek a csíráját tartalmazza még, amikor még nem álltak össze a dalok. Először abszolút rajongással fogadja, hogy hát ez jobb, mint az eredeti, mert hát úristen, utána rájön arra, hogy ez csak az újdonság varázsa volt, hogy ő azt gondolta. És a végén ugye ebből egy egészen komplex viszonyrendszer áll elő. Hogyha én most azt mondanám neked, hogy most írd újra, légy szíves, valamelyik dalt. Most igazából nem akarok mondani egyet sem, mert nem az a lényeg, hogy melyiket, hanem írd újra valamelyik dalodat. Akkor hogyan állnál neki ennek? Mondok egy konkrétat, hogy én most akkor, az már elhangzott, hogy 50 éves leszek idén, és hogy ez 2 évig tart a szakmában. Tehát amíg odaérek, meg a következő, amikor már az vagyok.
tehát 24 és 25, az az 50 éves a Zsenevszky jegyében fog telni. Erre fogok majd mindent, amit csinálok. A kooperációkat is, a turnét is, mindent. És elkezdtem a régi dalaimat újravenni. Tehát, hogy konkrétan ez történik. Vannak olyanok, amik nincsenek a neten, de régen fönt voltak, meg régen ismerték az emberek, és reklamáltak. Hála jó Istennek, meg nekik is hála, hogy tudják egyáltalán, hogy ezek léteztek, vagy léteznek. Hogy azokat, amiket ők ismertek, de már nincsenek a neten, azok hol vannak, különben is vegyem fel őket. Ezeket egyrészt, a másik meg olyanokat is, amik kint vannak a neten, de nem vagyok velük elégedett, mert sistereg, meg akkor még csak 14 voltam, igen, nem tudom, és így, tehát, hogy én most így úgy érzem, hogy ha most fölveszem, jobb a technika, meg van már a technika hozzá, meg tudom, hogy kell, meg csend is van már hozzá. Nem a panelbe veszem fel, hanem a pincébe, és így csendom. Elkezdtem ezt, az a címe, hogy nap 50 plusz, mindenképpen a plusz is ott van, mert így ezt 50 évesen veszem fel, de reméljük, hogy nem csak idén fogják hallgatni, hanem még sokáig. Tehát egy nap 50 plusz, ez kint van a YouTube-on, ez egy ilyen gyűjtemény, ilyen lejátszási listaként tettem ki. És tervezem, kazettám, jó az nem, bakelitem mindenképpen tervezem, közösségi finanszírozással fogom tudni ezt talán kiadni, majd meglátjuk. Mondjuk 2 évig gyűjtünk rá, és akkor egy 2-t szerintem sikerül. De elkezdek rá gyűjteni. Dalszöveges könyvet is szeretnék, mert még azt sosem adtam ki. Az a vicces, hogy tök sok könyvben megjelen, de pont dalszöveges, amilyen arcomat végül is leginkább ismerik az emberek, hogy dalos, hogy pont dalszöveges nem volt még. Úgyhogy szerintem ez az 50-es pont jó apropó, hogy megjelenjen. Szóval elkezdtem egy ilyet, hogy a régi dalaimat újra veszem, és hogy mennyiben változnak, ugye főleg ez a kérdés lényege, hogy tartom-e azt az egyszerűséget, amikor megírtam, vagy belebonyolítok, belesikítok, vagy... És azt kell, hogy mondjam, hogy nem bírom ki, hogy ne. Nem bírom ki, hogy úgy hagyjam. Néha még akár egy dallam is jobban tetszene már valahogy másképpen, mint ahogy az eredeti volt, meg néha úgy érzem, hogy szebben és jobban írhattam volna meg egy-egy mondatot, és azt bevallom őszintén, hogy önkényesen kijavítom. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm.